A fekete ló farmja. Jól van, ügyes. Tió, segíts jobban a párod a forgásoknál. Rendben. Túl távolra hajlik el tőled. Nézzük csak meg. Rendben. Szóval? Isten hozott itthon. Add ide a táskádat. Itt van anya legújabb megmenteni való lova. Szép ló. És ijesztő. Csak tanítani kell. Csak tanítani kell.
Olyan jó, hogy itt vagy, szívem. Na, gyere be. Gyere csak be. Apa. Végre itthon. Furcsa ebben a szobában lenni, minden olyan... pink. Segítek vacsorát főzni. Déna. Nem tudsz főzni. Csomagolj ki. Mihez kezdesz azzal a sok öreg lóval a fenti legelőn? Amiért egy ló öreg még nem értéktelen. Nem is úgy értettem. Adoptálni akarja a világ összes gazdátlan lovát. Mi történt az ablakkal? Anyád szerint neki dobtam egy patavályót, de nem hiszek neki. Tényleg neki dobtad a patavályót? Még mindig táncolsz? Nem. Évek óta nem. Hiszen tudod... megsérültem. Persze, tudom. Úgy értettem, hogy most tanítod. Persze. Sok a tanítvány. Mi van? Na, mit szólsz hozzá? Hát nem csodálatos? Kicsit szilajnak látszik. Rosszul bántak vele. Nem volt jó trénerem. Ledobott egy pár ember. És te megvetted? Jól lealkudtam a viselkedése miatt. A legjobb, amit láttam. Ezzel a lóval itt biztosan megnyerem az idei kupát. És végre legyőzöm a nagy Pam Griffint. Déna? Martin? Ugye nem zavar? Nem én vagyok a főnök. Hát, csak itt dolgozom. Mit csinálsz vele? Próbálok beszélni a nyelvükön. Azon a nyelven, amin a lovak beszélnek. Szeretném, hogyha bízna bennem. Lögdösöd? Hát így játszanak és beszélnek egymás közt a lovak. Mint te a gimiben. Nem vicces. Ja. Van, ami sosem működött. De azért megtartom őket. Jó pofa szobrok lettek. Nézd csak azt ott. A napelemes vízpumpa volt, de sosem működött valami jól. Megint dolgozom valamin. Szabadalmaztatom. Kifizetjük belőle a jelzálogot, és visszavonulok. Na, és mi az? Nem árulom el. Jól van. Ja? Kell egy pár dolog. Mész mostanában a város felé? Vissza kell utaznom Seattle-be.
De előtte azért beszaladhatok a városban neked. Remek, írok egy listát. Valami sosem működött, de azért megtartom őket, jó pofa szobrok lettek. Ez meg napelemes vízpumpa. Ezt nem sokan találták volna ki, okos tojás. Igazából a szigeten vagyok. Tudod, van egy kis gond apával. Olyan... Tudod, nincs jól. Aggódom. Azért eljöhetsz egy-két napra te is. A fenébe is gyere és törődj apával. Tudom... Tudom, számítanak rád, ahogyan mi is. Anya, egy csiga van a salátámon! Akkor vedd le. Látod, milyen organikus? Jó van, majd én. Ez nagyon undorító. De tudod, ez mindig a te otthonod is lesz. Kösz, apa, de van új otthonom. Egy lerobbant zug egy bolt fölött nem otthon. Nincs ott a föld. És föld nélkül nincs gyökered. Több ezer városi másként gondolja ezt. Nem táncolhatsz egész életedben. Ki kell kapcsolnom a forrasztópisztolyt. Felhívtam Brandt. Hát ez remek. Igazán remek. Ügyes fiú. Ügyes fiú. Igen, ez az. Jó fiú. Amint Brán ideér, hazautazom. Miért nem ülsz fel valamelyik idősebb, nyugodt lóra, amíg itt vagy? Jót tenne. Nem. Nem. Déna. Elég! Nem ülök lóra! Szia! Szia! Szervusz! Szia! Hello, nagyapa! Szia, anya! Szia! Hogy megjöttél? Szia! Szervusz! Szia! Szia, nagy! Szia! Mehetek a lovakhoz? Anyád megengedi. Nem ülök fel sisak nélkül, és nem adok nekik répát. És zárd be a kaput! A francba. Állj meg! Nem maradok, ha ő is itt van. Nőj már fel! Ki hívott és kérte, hogy jöjjek haza?
Ki halt meg? Lena, add ide a krumplit, kérlek. Katrina vagyok. Azt is mondtam. Déna, hogy megy a munkád? Igazán jól. Mi van ezzel a szigettel? Nincs térerő, nem működik az internet. Mint a középkorban. Csak egy adótorony van, tönn a Constitution hegyen. Van térerő a dombtetőn, a kert mögött. Majd megmutatom. Jó. Egészségedre. A lovak. Nézd, mikor jól illeszkednek, igazi csoda. Csoda. Igen. Látod? Tada. Csoda. Emlékszel, gyerekkorunkban Becky meg én elbújtunk itt fent. Ti, a nagyfiúk, meg lovagoltatok valam. Nem tudom, meddig bírom még ezt. Ha nekem megy, neked is fog. Jó? Félek, hogy megölök valakit. Szívem, késő van. Gyere aludni. Nem tudok akkora tömegben aludni. Reggel haza kell utaznunk. Hoztam füldugót. Ugyan, jó móka lesz, hogy mindegy szobában alszunk. Kuckós. A panzióba kéne mennünk. Drága lenne két éjszaka. Ez őrület. Vissza kell mennem dolgozni. Miért nem veszel be antihisztamint? Na és a fogadó a kikötőben? Gyere, legalább próbáljuk meg, jó? Tiszta a levegő, még alszik. Tudod, egyszer végül megint beszélnetek kell egymással. Miért? Fénytöklőke? Riz, ne mondj ilyet. Szép. Ez jár a kedvenc bácsiknak. Az egyetlen bácsikám vagy. Tudom, hogy félreinformáltak, de... Igen, Riz, fogd már be. Kicsikét. Mi is hangosabb, ha mi azok vagyunk. Csak veszek pár palacsintát, és kint eszem. Igazán szép napunk van ma. Megértelek. Dylan, kicsim. Igen.
Néha kis katonákat küld, ha megijed. Mindjárt megnyugszik. Jó. Ki jön lovagolni? Én! Még valaki? Megyek én is. Gyerekek, készüljetek el. Ez az, kicsim. Jól van, jól van. Kedves paci, jó paci. Nem tudom, hogy... Nem lesz baj, majd meglátod. Finn, segítesz nekem? Gyere. Ez az, gyere haver. Hülyen fel. Na. Anya, megrémít. Jól van. Eleinte te is féltél, aztán elmúlt. Nem hagyom, hogy vele is azt tedd, amit velem. Hé! Hey. Veletek megyek. Hogy bírod? Mit? Az életed Brannal. Hiányzol neki, tudod? Persze. De tényleg? Azt se benne, ha meghalnék. Nem igaz. Jó, álmodozz csak, ha neked így elviselhetőbb. Ó, ne. Mi volt ez? Számlákat találtam. Elmaradtak velük. Anya! Itt vagyok. Láttad ezeket? Elárverezik a farmot. Hogyan? Van, ami már majdnem egy éve jött. Hogy történt ez? Apa! Apa! Ne hagyj itt engem! Ne kiabálj velem! Sajnálom, de apa! Nem kell elszámolnom neked! Apa! Mik ezek a számlák? Kérlek, mondd, hogy kifizetted őket! Ez a sok vacak mind átverés. Ha tényleg nagy baj lenne, Jack Rottler vagy a bank már ide szólt volna. Apa! Jack már 15 éve meghalt. Lazíts egy kicsit, nincs miért aggódni. Nincs miért? Kilakoltatnak és elárverezik a farmot. De miért rejtetted el ezeket? Tudtam, hogy van tartozásunk. Igen, ezért vettem meg Taliesont. Ha el tudom adni, egyenesbe jövünk. Szóval hitelkártyával vetted őt is? Nem volt választásom. Egyetlen ló ára. Nem húz ki benneteket ebből. És a ló különben is őrült. Az a ló nem őrült, csak tanítani kell. Csak tanítani kell. Ne, ez nem lehet. 3 hét, és mehettek. Nos, tudjátok, mi legyen? Szerintem ki kell fizetni az adóhátralékot, aztán kitaláljuk, hogy mi legyen a számlákkal. És ha el tudom adni Taliesont, akkor lesz rá pénz. Az kisegít. De mi van, ha nem veszik meg? Szerintem inkább a farmot kellene eladnotok. Te megőrültél?
Ez itt az otthonunk. És a tiéd is. De nem hoz már profitot. Több éves az adó hátralék. Meg a tartozás a pajta miatt, amit Finn gyújtott fel. Az nem az én hibám volt. És ez a sok ló is csak nyűg. Ugyan már, az nem kiadás. Szinte csak füvön élnek a felső legelőről, és jó oktató lovak. És mennyi egy óra? Vagy ingyen oktatsz talán? Sosem fogom eladni az apám farmját. Már nincsen más kiút. Meghirdetem. Lássuk, mit ér. Aztán dönts. Jó? Nem tudok segíteni. Drága a magániskola. Meg ott a jelzálom is. Dillennek fejlesztés, jó orvos kell. Megértem. Valóban? Felelőtlen kisasszony. Kemény. Ha eladnák a farmot, az kihúzhatná őket. Hogy mondhatsz ilyet? Neked talán van pénzed? Szerzünk pénzt. Ha. Már ma fent lesz a neten. Ne aggódjon. Egy ekkora földarab nagy izgalmat kelt bizonyos körökben. A befektetőknek új terület kell a szigeten. El fog kelni. Nagyon sürgős. Majdnem kész van már. Kell még egy pár alkatrész. És egy kevés a régi lendületből, és voilà. Felhívom a washingtoni barátokat. És meg lesz az a pénz. Szerinted mennyit hozhat? Sokkal. Nem kell lakodni. Rátok hagyjuk ezt a farmot, gyerekek, és az unokáinkra. Igaz, Katrina? De először, fiúk, el kell hoznotok nekem néhány dolgot, úgyhogy nincs harag. Van földi mogyorókrém? Nincs, csak csirke és mustár. Vegetáriánus vagyok. Kitűnő, én is. Akkor kérsz hozzá salátát? Igen. Olyat én is kérek. Nem akarom itt látni többé. Azt a lósuttogót! Nem tűröm itt! Elég ebből, szívem. Csirke és mustár, pont ahogy szeretem. Ide hallgass, asszony! Most már te hallgass, kérlek. Ilyet teszel velem? Azzal a fiúval? Szégyentelen! Fiak, elég. Ha megint meglátom itt, akkor megölöm! Csak Martin. Fiak nem bírja elviselni. Egyetek már. Apa! Tündérem. Jól vagyok. Minden rendben jön, apa. Valahogyan. Dolgozom valamit. Tudom. De nem tudom, elkészül-e időben. Meg lesz. Nem lesz baj.
Ma jó napom van. Mégis olyan, mintha... elfogynak az ötleteim. Vannak napok... sajnálom. Semmi baj. Semmi baj. Sajnálom. Hé, dobjunk köveket. Hát... nem. Maradok még egy-két napot. Hát, hívd fel Skyt. Majd szólok, ha már tudom. Tudod, mi az a föld alap? Nem. Sajnálom. De figyelj csak, Martin egy olyannál dolgozott a városban. Hm? Remek. Jöttél segíteni? Dehogy. Mit tudsz a föld alapról? Sokat. Mennyi idő létrehozni egyet? Hosszú idő. Tudom, mire gondolsz, és jó ötlet. Ha több időd lenne... Csak 3 hetünk maradt. Az nem elég. Közd a semmit. Ön biztosan Miss Max Payden. Igen. Fáradjon be. Köszönöm, hogy ilyen hamar fogadott. Üljön le, kérem. Tudja, telefonáltam párat, amióta beszéltünk. És hogyan hozhatjuk össze? A banknak több idő kell. Van egy eljárási folyamat. Minden családtagnak nyilatkoznia kell, hogy valóban ezt szeretnék. Van rá mód, hogy időt nyerjenek? Talán. Életes, ugye? Dana Max Payden? Kate? A kis Kate Jones? Hogy vagy? Remekül. Felnőtt nő lett belőled. Igen, tavaly érettségiztem. Nemrég még vigyáztam rád. Hogy itthon vagy? Hosszú mese. Na és ez mindig lent? Kő! Kő, ügyes vagy. És ez mi? Pálca! Okos fiú. Kő! Pálca! De jól megy, Dylan. Nagyon okos ez a fiú. Miért nem maradsz még egy ideig? Szükségünk van a segítségedre, tudod? Nem lehet, apa. Sajnálom. Szendvics! Nem lehet, kicsim. Lisztes. A liszttől beteg leszel. Szendvics! Dylan, kicsim. Utállak, mami.
Sokat hallom tőle. Nem gondolja komolyan. De azt hiszem, hogy igen. Rendben lesz. Kész már a nyeregre. Biztonságos felülnie rá? Nem lesz baja. Hagyd békén a feleségemet! Abba, ne! Menj a földemről, te parázna! Fiák! Elég ebből a butaságból. Nyugalom. Elég! Az egészet csak beképzeled. Fiák! Nehogy hozzáér, te! Borzalmasan sajnálom, hogy látnotok kellett, gyerekek. Gyertek! Elnézést kérek. Nem kell. Miért nincs a játékban farm? Kinevezhetjük az egyik mezőt farmnak. Ha? Minek? Úgyis csak eladják. Akkor nem jöhetünk ide többet, igaz? Igaz. Utálom, hogy eladják. Nincs elég pénzük, te buta. Na és? Csodás reggeli volt, köszi. Folytatnom kell a munkát. Beszélnünk kell apáról. Sosem volt erőszakos. Valamiért nem kedveli Martint. Nincsen rá semmi oka, nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan. Máskor is neki támadt már. Általában le tudom csitítani. Azt sem tudja, hány óra van. Nem gondolod, hogy ki kellene vizsgáltatni? Még nem. Hadd dolgozzon a találmányán. Az nem fogja őt... Csak gondolj arra a sok szabadalomra. Talán tényleg ez is az lesz. Talán lenne szíved elvenni ezt tőle. Ó, szia! Felébresztettelek? Apa! Nézd, mi történt velem? Hadd segítsek. Semmi baj. Gyere, semmi baj. Nyolcvan hektár és 250 méter tengerpart. Nem rossz. A ház erre van. Tűnjenek el! Folytasd csak, épp csak benéztünk. Ez itt a konyha.
fiak? Ha ez valami trükk, hogy megláthasd a találmányomat, akkor... Semmi baj. Semmi baj. Ó, ne sírj. Szia, Keti! Kérdezhetek valamit? Gyerekek, menjetek előre. Ehettek nyalókát. Riz, fogd meg Dylan kezét. Aj, fura újra látni téged. Szalad az idő. Igen, 14 év és 4 hónap. Hallom, van barátnőd. Inkább olyan se vele, se nélküle dolog. Most éppen mi a füle? Ó, sajnálom. Kár ezért a helyért. Elszomorít. Tudod, az oktalan dű a leépülés korai jele lehet. Lehet, hogy csak ingerült. Aztán itt vannak a kifizetetlen számlák is. Héket! Ott, annál a fánál csókolóztunk először. Emlékszel? Kérlek. Úgy teszel, mintha meg sem történt volna. Jól emlékszem a múltra. De nem akarok már foglalkozni egyes részeivel. Például velem? Istenem, elfelejtettem, milyen is vagy. Bocsánatot kéne kérned. Az a legkevesebb. Tudom. Két helyen tört el. Akkor nem lovagolhat. Egyáltalán nem. És meddig? Meglátjuk, hogyan forr össze. Két hét múlva kell visszajönnöd ide. Apa! Igen? Anya leesett a lóról. Csak meghúzódott. Megáll az ember esze. Micsoda egy ló! Az a ló még megöl valakit. Nagyon jó ló. Csak tanítani Visszamegyek kell. Visszamegyek Seattle-be. Még nem találtuk ki, nézd, hogyan... Nézd, nem lovagolhatsz a bolond lovadon. A nagy tervednek akkor annyi, igaz? Köszönöm. Ez jól esett tőled. Semmi más megoldás nincs. Most... Úgy tűnik, hogy elveszted ezt a farmot, és már senki sem segített. Ki kell fizetnem a lakbért? Mindig feladod.
Jól megtanultam. Miről beszélsz? Sosem adom fel. Csak a rólam van szó. Hogy merészelsz? Déna! Ne engem okolj a kudarcaidért, kisasszony. Te magad dobtál el mindent. Nem akartál lovagolni. A tánc kellett. Aztán feladtad azt is. Ismered a mondást, aki nem tudja csinálni, tanítja. Te adod fel megint, nem én. Állj meg! Állj már meg! Mi az? Most mit csináljunk? Tessék! Te fogd el! Neked is menni fog. Te vagy itt a lósuttogó, nem? Nekem nem fog megállni. Nem vonzódik a pasikhoz. Nekem nem megy. Tudod, hogy kell csinálni. Alig mentél, de már lovagoltál. Az nagyon régen volt, a baleset előtt. Én nem akartam, hogy megsérülj. Anyád is csak... Makacskodott. Nem tudhatta. Túl kicsi voltam egy betöretlen lóhoz. Fiatal ló és gyerek egyenlő... Egy balesettel tudom. Csak kíváncsiságból. Meddig tartott még önnel? Egy hónapig. Szóval annyi éven át te. Év végén hazajöttem. Sosem jött be a nagyváros. Nagyon szép. Lehet építkezni ide? Igen. Határozottan. Jó. Jó. Köszönöm. Senkit sem ismersz, aki segíthetne. Ha valaki megvásárolná Taliesont. A nagy fekete lovat? Az elég lenne. Emlékezz, te vagy a főnök. Te vagy, aki két lábon jár, ugye? Remek, én vagyok a főnök, vagy nem. Először csak körbevezetem, hogy ráérez kicsit. Volt egy kis gond az elindulással, de dolgozunk rajta. De ma még nem. Jó, akkor nem ma. Az alapokkal kezdjük. Lélegezz. Ne légy feszült. Egyenes hát. Emlékszel még? Ez az. Csak nyugodtan és határozottan. Jó. Is it a blessing or a curse?
Remek! Most próbálj ügetni! Felvétel, lélegezz! Lazíts! Felveszi majd a ritmusodat és lassít! Azt mondtad, nem annyira szilaj. Nem is az. Ez a normál tempója. Remek. Rendben. Lássunk valami mást. Csak lélegezz. Ha lélegzel, a ló veled lélegzik. Rendben? Oh. Tudod mozgatni mindened? Igen. És fáj is. Képtelenség, hogy 2 hét alatt megtanuljak elég jól lovagolni arra a versenyre. Nem tanulni. Csak emlékezned kell. Taliesin mellette van. Ettől tartok én is. C, munkaügetés, E, kanyar balra, 20 méter, FXH, aztán... Hol van a H? Ugyan már, ha megjegyzed a balettlépéseket, ez is menni fog. Ne gyere nekem a balettel! Nekem most Seattle-be kellene lennem, és nyugdíjasoknak tanítani a plét! Munkaügetés, C, jobbra fordul, B, 20 méter előre... KCM váltás, munkaügetés, C és H. C és H között. És vágta balra. Balra! Ez annyira béna. Balra. Jó lesz. Tartsd erősen. Ez az. Engedd el magad! Erezd el a gyeplőt! Remek. Jól van. Előre. Emlékezz, hogy légy vele határozott, és ne rángasd a gyeplőt. Figyelj csak. Csukd be a szemed. Ne félj, nem löklek a trágyába. Csak megtanítok valamit. Ez a gyeplő. Te vagy a ló. Most kövess engem. Jó. Most figyeld, mi történik, ha lenézek. Ó, hú. Látod? Ilyen a lónak is. Érez téged. Ha ellazul a nyaka... Az enyém is ellazul. Sajnálom. Tudod, próbálj meg mélyebben ülni rajta. Köszönöm. Bran! Elhoznátok valamit a városból Finnnel? Szó sem lehet róla. Kérlek, 2 ember tudja csak megemelni. Ez az utolsó lépés, mindjárt elkészülök vele. Rendben. Köszi.
Csukd be az ajtót! Szerinted mire kell neki ez a sok cucc? Nem tudom. Én sosem akartam. Keti... Mit? Nem volt szándékos. Szóval nem szándékosan feküdtél le az öcsét csajával. Ne gyere nekem ezzel a csak úgy megtörtént dumával. Soha semmi se történik csak úgy. Az ember dönt, és te döntöttél. És Keti is döntött. Igen, igen, mindketten döntöttünk. Szörnyen is érezzük magunkat miatta. Annyira szörnyen, hogy egybe keltetek. Te győztél. Megvertél. Ez nem egy verseny. Igaz. Hagyd őt békén. Eldöntheti, hogyan választ. Már döntött. Változhatott. Jó, próbáljuk meg lassabban. Tervezd meg minden lépést jóval előre. Rendben? Akkor előről. Irányíthatatlan, legalábbis nekem. Feladod most? Nekem nem megy! Ne! Ha a ló ledob, azért még nem adhatod fel. Mindig tudtál járni? Nem. Először sokszor orra buktál, de mégis mindig újra felálltál. Ugye? Ez jobban fáj. Rendben. Leveszem a gyeplőt, mielőtt rátekeredik. Bárcsak jó hírem lenne önnek. Elutasították a beadványunkat. Akkor... már nincs remény arra, hogy... Sem helyi, sem állami szinten. Egyszerűen nincs elég idő. Mit tehetek most? Szerezzen több időt, hogy összehozzuk. Egy évet. Imádnak feljönni ide. El kell rendeznem ezt az ügyet. Vár a munka. A cég nem működik magától. Ki jár pár nap szabadság? Vissza kell mennem. Aggaszt néhány hír, amit kaptam. Mi lenne, ha még maradnék egy kicsit a gyerekekkel? Ha neked muszáj menned. Fogsz boldogulni velük? Ahogy mindig is.
Nem, nem hagylak itt vele. Ha, ugyan kérlek, ez nevetséges. Neki nem. Nem bízol meg bennem ennyi év után? Ebben most nem. Elmondtam már, hogy se, hogy hagyjál már, Lévi! Gyerekek, mi a probléma? Katrina megint egy buta liba. Te meg egy nagy szamák! Gyere! Nem már, engedj el! Menj el, ne törődj vele! Fivérek, borzalmasak. Nem lehet eladni se őket. Pontosan. Milyen volt táncosnak lenni? Olyan volt, mint a repülés. Arra gondoltam, hogy én is szeretnék balettozni. Tényleg? Igen, táncolok az iskolában, de csak tesi órán. Jól menne neked. Jól van, mutass egy pliét. Jaj. Gyerünk. Jó. Fogd a labdát. Jó. Jó, jól van. Lábujjhegyen. Szép beállás. Az ajánlat előnyös. El kellene fogadni. Beszéljenek egy ügyvéddel. Itt is vagyok. Remek. Akkor már is megbeszélhetik ezt a dolgot. A vevő nagyon lelkes. Na, mit gondoltok? Anya? Apa? Jobb, ha kimegyek egy kicsit. Addig megnézem a lovakat, ha nem gond. Szerinted hogy döntenek? Nem tudom. A felnőttek rémesek. Tudom. Nem. Kérlek, gondold át újra. Nem. Fedezné az adó hátralékot. Telne új otthonra. És maradna befektetni való is. Nem. A farmot egyszerűen nem adhatjuk el. Akkor a bank és a hitelezők egyszerűen elveszik tőlük. Semmit se tehetünk ellene. Nem. Megpróbálhatom eladni Teliesont. Nem fedez minden, de elég az adó hátralékra. Időt nyerünk vele. Na és mi lesz majd jövőre? Nincs semmi bevételük. Alig maradt már ilyen farma a világon. Lakóházakat akarsz ide? Nem én akarom. Te pénzéhes kapzsi, kis te! Neked nincsen szíved. Neked meg nincsen agyad. Elegem van belőled és a felsőbbrendű dumádból, a behízelgő viselkedésedből. Jobban tetszett, amikor egyáltalán nem beszéltünk. Apa belehalna.
Nem hagyom, hogy megtedd. Hogy lehetsz ennyire ostoba? Szánalmas vagy. Vigyáznál rá 20 percet? Persze. Köszönöm, kicsim. Sajnálom. Sajnálom. Csodálatos ember vagy. Akkora idióta voltam. Akkor miért? Fiatal voltam és buta. Brand már ügyvéd volt. Te pedig... Ami most is. Nem. Felnőttél. Ahogy mindannyian. Ne, nem szabad. Ki mondja ezt? Én mondom ezt. Kérlek, menj. Maradnom kell. Segíteni. Nem akarok újra egyedül maradni veled. Soha. Apa, vacsora! Apa! Bejöhetek?
Jaj, apa. Hogy történt ez? Elszaladtunk megnézni a barlangokat, és mire visszaértünk, nem voltak ott. Azt hittük, hogy feljöttek ide. Csst, nem a te hibád, fiam. Induljunk. Én meg felhívom a sheriffet. Hello. Kösz, hogy kijöttek. Paul, Dave, Sparks, köszönöm, hogy eljöttek. Fiúk, az alsó legelőre. Dave, menjünk a patakhoz. Paul, menjetek észak felé. Kérlek, nézd meg a part felé. Megyek. Akkor arra. Megyek. Apa! Fiak! Fiak! Apa! 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 Nagyapa, bú! Nincs baj, kicsim. Apa! Elestem, és nem tudok felállni. Ne mozogj! Ne mozogj! Maradj itt! Hívok segítséget. Apa! Van Brán és Finn. Kiviszik. Dylan. Nincs baj. Minden. Nem tudom, mi történt. Tudom. Nem baj. Sajnálom. Nem kell bocsánatot kérned. Várjanak. Nem emlékszem, mi nem történt. Nem baj. Thank you.
Délen elesett, és nem tudtam elkapni. Tudom. Mégis itt vagy. Mindig itt leszek, szívem. De én már nem. Ne mondd ezt. De nem leszek. De a gyerekek igen. De én na is. Azzal törődj, hogy jobban légy. A fenében. Nem leszek jobban. Nincs semmiféle találmány. Nem lesz szabadalom. Ma tiszta a fejem teljesen. Csak aludj egy kicsit, szívem. Nem. De én az számít rád. És te is rá. Az 53-as. 132-es. Ha intenek, bemehet. Ja, Istenem. Pam Griffin. Rendben, a 132-es bement. 122-es, készülj! Ne aggódj, minden rendben lesz, jó? 132-es számmal érkezik villám tulajdonosa és lovasa Pam Griffin. Jól van. Te jössz. Csak nyugalom. Persze. Gondolkozz előre és lélegezz. Hagyd táncolni. Menni fog ez. A 122-es számmal érkezik Teliesson. Tulajdonosa a fekete lóvart. Menjünk, Teliesson. Nem mozogj! Maradjon! Jól van! Jól van. A bokám! A másik bokám! Le kell vennünk azt a csizmát. Nem! Lovagolnom kell! Le kell vágnunk.
Sajnálom. Csúnya ficam, lehet törés is, megröntgenezzük. Engedjen, vissza kell mennem. Elég legyen. Vége van. Hogy van, Teliason? Semmi baja. Majd ránézik. Nagyon sajnálom, anya. Milyen súlyos? Lovagolhat? Az én hibám. Nem bírtam vele. Senki sem hibás. Megesik az ilyen. Nem tehetünk semmit sem. Ez volt az esélyünk. Még ott a freestyle. Tudom, hogy menni fog. Te döntsd el. Mégis mire készülsz? Hozd a lovat! Nem! Hozd a lovat! Biztos? Thank you.
csodás volt. Gyönyörű voltál. Tessék. Ügyes voltál. Ó. Köszönöm. Ügyes volt. Ez az, nézzenek ide. Oh. Köszönöm. Csodás volt a műsor. Köszönöm. Az öné aló? Az enyém. És eladó esetleg? Igen, eladó. És van több ilyen lovunk is kint a farmon. Nekem ez tetszik. Megértem. És esetleg fel is ülhetek rá? Fogd csak meg kölyök. Mindig ilyen erőteljes. Lazábban szereti a gyeplőt. Próbálja meg. Vadul üget. Megveszi. Nem tudom. Sajnálom. Nem én vagyok az ő lovasa. Sok szerencsét. No. Akkor ennyi. Úgy tűnik. Anya. Nem tudom, hogy is érezzem magam most. Ha odaláncolnám magam egy fához, akkor nem bánthat. Jól lehet lakni egy fában, nem? Nem adhatják el a farmot, ha benne élek az egyik fában. De igen. Oh. De akkor nem vághatják ki. Nem fogják kivágni a fákat. Szerinted mihez kezdenek a földdel? Igazad van. Talán... Ádám és Éva érezhetett így, mikor az angyal kiűzte őket az Édenből. Egy lángoló karddal. De túlélték. Igen. Eddig könnyű volt elmenni innen. Mert tudtam, hogy visszajöhetek. Most nem akarok elmenni. Maradj! Ennyi könyv. Nehéz megválni tőlük, a barátaim. Nem vihetjük mindet. Segítenek emlékezni. Egy
egy életmunkája. Oda van. Oh, a család. A család még megvan. Megértem, ha el akarsz hagyni. Mi? Tönkretettem az életed. Szent Isten! Te vagy az életem. Buta. Néha tovább is eltart, mint hinnék. Talán szerencsénk lesz. Talán meg tudnak gyógyítani. Szóval komolyan gondoltad, hogy jobban és rosszban is? Úgy látszik, igen. Így igazságos. Hogy érted ezt? Sose szeretted a lovakat. 45 éve szagolod őket. Tudod, most már szeretem. Jó napot. Jöjjön csak. De te kedvesebb vagy. Találunk másik földet. Kisebbet. Igen. Köszi. Köszi.
akkor keressünk egy új farmot. Két lónak való. Új találmányon dolgozom. Abrak adagoló lovaknak. Egyenesen az egérmentes magtárból vezettem majd le. A zabot az istálóig, aztán egyenesen az etetőbe. Onnan el. Szüleimnek. Magyar hangok. Urbán Andrea, Bókai Mária, Barbinek Péter, Bognár Zsolt, Szatmári Attila, Varga Rókus, Törtei Tünde, Csonka Anikó, Boldog Gábor, Kis Bernadett Vivien, Richter Tamás. Magyar szöveg Jánosi Emese. Hangmérnök és vágó Gáti Péter. Gyártásvezető Pesti András. Szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.